Sziasztok, Ocella Kriszti vagyok, és üdvözöllek titeket ismét itt a YouTube csatornámon. Kértétek, hogy legyen egy kicsit beszélgető és kicsit bemutatkozós videó így az elején, hogy picit jobban meg tudjatok engem ismerni, hiszen azért itt Instagramon képek formájában elég nehéz információt átadni, úgyhogy gondoltam, hogy egy pár perc erejéig bemutatkozom, és elmondom, hogy milyen tartalmakat várhatok itt a csatornámon, illetve milyen értékeket képviselek. Tehát, amit rólam tudni lehet, ez az, hogy 26 éves vagyok, Red Bull, illetve Biotech szponzorált sportoló, és van egy fitness márkám, aminek Keo Sport a neve. Körülbelül 10-12 éve foglalkozom fitnesszel, akkor kezdtem el edzőterembe járni, azóta már kibővítettem ezt a mozgásformát funkcionális edzéssel, úgyhogy úgy gondolom, hogy az évek során megtanult, illetve megtapasztalt dolgokat el tudnám nektek itt adni videók segítségével. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy mindig írjátok meg nekem, hogy milyen témákra vagytok kíváncsiak, miről szóljon a következő videó, lehet ez akár étkezés, sport, regeneráció, vagy akár kíváncsiak vagytok, akkor a sportmárkámról is nagyon szívesen elárulok nektek kulisszatitkokat, elárulom, hogy született meg ez a márka, mi inspirál minket, milyen új kollekciók várhatók a jövőben. Tehát arra kérlek titeket, hogy tényleg mindig írjátok meg nekem, hogy mire vagytok kíváncsiak. A csatornám célja nem az, hogy szélsőséges diétákkal vagy diétes tippekkel megpróbáljak itt bárkit lefogyasztani, hanem sokkal inkább az, hogy olyan tudás és olyan információt adjak át, ami által megszerethetitek a sportot és az egészséges életmódot, hiszen úgy gondolom, hogy csak akkor tudunk valamit hosszú távon csinálni, hogyha szeretjük azt, és szeretjük az utat, amin járunk, és ez egy tévhit, hogy csanyargatni kell a testünket, vagy végeláthatatlan kardiókat kell végeznünk ahhoz, hogy mi elégedetten tudjunk tükörben nézni. Ez egyáltalán nem így van. Két összetevője van a sikernek ezen az úton. Az egyik a sport, a másik pedig a tudatos táplálkozás, úgyhogy én szeretnék neked ebben segíteni, hogy egy fittebb és egészségesebb életvitelt tudj magadénak. Nagyon sok kérdést írtok nekem, viszont most nem szeretném ezt a bemutatkozó videót egy ilyen kérdezfelelek kialakítani, de olyan is lesz majd. Most inkább csak kiválasztottam három kérdést, amit most gyorsan megválaszolnék nektek, hiszen ezek nagyon átfogóak, és tényleg nagyon sokszor felmerültek, mert nagyon sokszor megírtátok nekem, hogy engedjétek meg, hogy ezeket megválaszoljam, és remélem, hogy találtok benne hasznos tippeket. Az egyik kérdés, amit nagyon sokszor megírtok nekem, az, hogy milyen diétát követek, vagy követek-e egyáltalán bármilyen diétát. Nos, a válaszom az, hogy nem, illetve nem hívom diétának azt, amit követek, inkább életmódnak, hiszen diétának én azt hívom, amikor mondjuk valaki fogyókúrázik, tehát benne is van a nevében, hogy kúraszerűen végzi. Nos, azt tudni kell, hogy ezeket nem lehet életvitelszerűen űzni, tehát igen, lehet periódikusan fogyókúrázni, de valószínűleg, hogy hosszú távon ezek nem lesznek sikeresek. Tehát én mindig azt tanácsolom, hogy az életvitelünket és a felfogásunkat változtassuk meg először, mielőtt bármiféle diétába belevágunk. Én mindenkit óvaintenék a szélsőséges diétáktól, hiszen nem gondolom, hogy hosszú távon kivitelezhető, és nem gondolom, hogy hosszú távon szolgálni az egészségeteket. Amit javasolni szeretnék nektek, és amit én is követek, és tapasztalom magamon a jótékony hatásait, az, hogy ne a kalória szám határozza meg az étrendedet, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire természetes az adott étel, amit megeszel. Mindig azt szoktam javasolni, hogy minél kevésbé feldolgozott, és minél inkább természetes egy adott étel, az annál jobb neked, annál jobban szolgálja az egészségedet. Én nem vagyok vegetáriánus, tehát fogyasztok húst, fogyasztok tejtermékeket. Nyilván, hogyha bárkinek is érzékenysége van, akkor ne fogyasszon ilyeneket, tehát én csak saját tapasztalatot árulok most el nektek. Én napi 5-ször szoktam étkezni, és mindig található a tányéromon szénhidrát, fehérje és némi zsiradék.
Hatalmas tévhitnek tartom azt, hogy az emberek nagy többsége azt hiszi, hogy a szénhidrátoktól vagyunk elhízva, és tényleg rá sem szabad nézni a szénhidrátra, mert az okozza a zsírpárnákat. Én úgy gondolom, hogy ez nem így van, hogy ha a szénhidrátot természetes formájában fogyasztod, és mértékkel, akkor az nem fog elhízást okozni, pláne hogyha sportolsz, és mellette sokkal inkább a zsírokra hívnám fel a figyelmet, hiszen nagyon magas a magyar embereknek a zsírfogyasztása, és ez sokkal inkább okolható az elhízás miatt, pláne hogyha ez szénhidráttal párosul. Tehát amire így elsőként felhívnám a figyelmeteket, az az, hogy ne egyetek olajban sült ételeket, ne adjatok extra olajat az ételeitekhez, salátára, levesben, mert teljesen fölösleges, ugyanolyan finom lesz, és ugyanúgy el lehet készíteni olajok nélkül is az adott ételeket, valamint, hogy kerüljétek a feldolgozott, finomított lisztet, cukrokat, hiszen ezek sokkal inkább felelősek az elhízásért, mint sem egy pohár rizs, vagy egy főtt krumpli, amik ugye szintén szénhidrátok, viszont jótékonyan hatnak a szervezetedre. Tehát ami elmondható még az étkezésemről az az, hogy intuitívan étkezem, tehát nem méregetek, nem nagyon számolgatok kalóriákat, hanem akkor eszem, amikor ténylegesen megéhezem, nem pedig akkor, amikor éppen kettőt ütött az óra, de azért nyilván minden nap hasonló idősávokban étkezem, és ez fontos, hiszen az anyagcserélés jótékony hatással lesz, hogyha a szervezetet hozzászokik egy bizonyos ritmushoz, hogy mikor eszel, mit eszel. Tehát ezzel kapcsolatban majd egy másik videóban részletesen beavatlak titeket, hogy mi is kerül a tányéromra a nap milyen szakaszában. Amire még igaz, hogy 99%-ban én készítem el az ételeimet, tehát nem igazán járok étterembe. Persze alkalmakkor előfordul, de szerintem nagyon fontos az, hogy tudd, hogy mi kerül pontosan a tányérodra, hogyha tényleg sikereket szeretnél elérni, akár sportban, akár csak egy kis fogyási célod. Nagyon fontos, hogy magadnak készítsd el az adott ételt, hiszen csak akkor tudod pontosan, hogy mi is van benne valójában. Mellett próbálok minden élelmiszert piacokról, kistermelőktől beszerezni. Rengeteg zöldséget, gyümölcsöt fogyasztok, eszek húst, tehát nem vagyok vegetariánus, fogyasztok tejtermékeket, és fogyasztok teljes értékű szénhidrátot. Szerintem, ami nagyon fontos, hogy ahogy már említettem is, ne legyen feldolgozott az étel, amit megeszel, vagy minél kevésbé legyen feldolgozott, és minél kevesebb összetevőt láss a csomagoláson, hiszen ez a két dolog az, ami megmutatja, hogy mennyire természetes az étel, amit megeszel. Másik ilyen gyakran felmerülő kérdés, hogy kezdjetek bele egy életmódváltásba, hogy kezdjetek hozzá, hogyha eddig nem így éltetek, és nem nagyon tudtok már eligazodni itt az információ áradatban, ami van az interneten. Én úgy gondolom, hogy mindig kis lépésekkel kell kezdeni, hiszen akkor leszel sikeres ezen az úton, és akkor nem éled meg csalódásként azt, hogy esetleg a tested lassabban fejlődik, vagy lassabban látsz magadon eredményeket. Hogyha az étkezésre térünk ki, akkor azt ajánlanám, hogy ha eddig tényleg egyáltalán nem figyeltél arra, hogy tudatosan étkezz, akkor ne az összes étkezést alakítsd el szuper egészségessé, hanem kezd egyszerűen csak a reggeliddel. Kezd azzal, hogy ami reggel a tányérodra kerül, az egy teljes értékű, természetes és tápanyagdús reggeli legyen. Hogyha ezzel megvagy, akkor szépen lassan haladhatsz tovább a többi étkezésre is, és szépen lassan vezetheted be a sportot az életedbe. Hiszen úgy gondolom, hogy a kettő az erősíti egymást, tehát hogyha már az adott napon egészségesen táplálkozol, olyan ételekkel táplálod a testedet, ami tényleg tápanyagban gazdag, akkor sokkal nagyobb kedved lesz mondjuk elmenni edzeni is, illetve fordítva is, hogyha sétáltál egy órát, vagy netelen tornáztál egy órát, utána már sokkal nagyobb valószínűséggel fogsz egy egészséges ételt
elkészíteni és elfogyasztani. A másik dolog, amit így életmódváltás kapcsán tudnék mondani, hogy tudd, hogy mindennek van alternatívája. Tehát nem akkor leszel sikeres a diétádban, vagy az életmódváltásodban, hogyha sanyargatod magadat, hanem akkor, hogyha mondjuk megkívánsz egy édességet, akkor ezt alternatív módon kicsit egészségesebben készíted el, cukor helyett mondjuk mézet használsz, vagy természetes édesítőket, vagy esetleg próbáld egy picivel növelni a fehérje beviteledet, csökkenteni a szénhidrát, illetve a zsírfogyasztásodat. Ezek mind-mind olyan pici lépések, amik sikerhez fognak vezetni, és amik segítik, hogy megszeresd ezt az utat, hiszen tapasztalni fogod, hogy nem kell ahhoz egész nap éhesnek lenned, hogy tényleg fogy és formálódjon a tested. Amit nagyon sokszor olvasni és látni az interneten az az, hogy 80%-a az étkezésen múlik, és csupán 20% azon, hogy sportolsz, hogy mozogsz. Én ezzel megmondom őszintén, hogy nem értek egyet. Szerintem ugyanannyira fontos mind a kettő, hiszen sport nélkül le lehet fogyni, viszont nagyon-nagyon nehéz. Tehát én tényleg mindenkinek azt javaslom, hogy ezt a két dolgot együtt próbáld meg beépíteni az életviteletbe. Kezdj el sportolni, és aztán kezdj el picit tudatosabban és egészségesebben étkezni. A harmadik kérdésetek, amit még ebben a videóban szeretnék megválaszolni, az az, hogy milyen edzéseket végzek, milyen felosztásban. Ez általában úgy szokott kinézni, nyilván évszaktól is függ, tehát én nyáron kevesebbet edzek konditeremben, nyilván sokkal többet tudok a szabadban sportolni, tehát ez az időszak, ez más, de mondjuk, hogyha az év többi szakaszát nézem, és mondjuk csak konditermi edzésre van lehetőségem, akkor az általában úgy szokott kinézni, hogy kettőször edzek alsó testet, tehát lábak, fenék, kettőször felső testre, vel, hát, kar, illetve a hasat vagy a felső test napon szoktam leedzeni, vagy pedig egy ötödik napon szoktam teljes testet, amikor a hasizmokat is megedzem. Nyilván ez teljesen egyén függő, hogy kinek mennyi edzése van szüksége, vagy mi a célotok az edzése. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy fenntarts egy egészséges és szép fizikumot, heti 3 edzés bőven elegendő, hogyha szeretnéd egy picit akár intenzívebben, akár jobban formálni a testedet, akkor pedig 4 és a fölött, de nagyon fontos, hogy a regenerációra hagyjunk elegendő időt a testünknek, hiszen hogyha heti 7-szer edzünk, akkor bizony nem nagyon lesz ideje az izmoknak fejlődni, illetve nőni. Ezt nekem is meg kellett egyébként tanulnom, hogy tényleg hagyjak időt a testemnek a pihenésre. Most egyébként, hogy jó idő van, egyre többet edzek kültéren, parkokban szoktam, illetve már most futni is el szoktam járni. Jelenleg heti 2 edzek edzőteremben, és 2 kültéren, ezt pedig ki szoktam egészíteni egy kardióval még egy másik napon. Úgyhogy már ennyit gondoltam, remélem, hogy tudtam néhány érdekes és hasznos információt átadni nektek. Írjátok meg, hogy a következőkben milyen videókat szeretnétek látni. Remélem, hogy kipróbáltátok az előző 15 perces láb, illetve fenék formájú gyakorlatsoromat is. Írjátok meg, hogy mivel kapcsolatos legyen a következő videó, és hozni fogom nektek.